Mai témáink. Több ezren tüntettek hétvégén a közoktatás tarthatatlan állapotai miatt a Kossuth téren. A tömeg azt követelte, hogy csökkentsék a pedagógusok és a diákok terheit, és állítsák vissza a tankönyvválasztás szabadságát. Közben azt is bejelentették, hogy megalakítják az alternatív köznevelési kerekasztalt, ahol ők diktálják a feltételeket. Vendégünk Pilz Olivér, miskolci tanár. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Okafogyott, pofátlanság, idéztük azokat a jelzőket, kritikákat, amelyek elhangoztak eddig kormányzati politikusoktól, hogy okafogyott volt-e a pedagógus tüntetés, hát azok, akik ott voltak, nem úgy gondolták, hogy okafogyott lenne, és nem úgy gondolták, hogy az összehívott oktatási kerekasztal az bármire is tud, vagy jelen helyzetében bármire is megoldást jelentene, mármint hogy azokra a problémákra, amit a pedagógusok felvetettek. Több tízezren gyűltek össze a hétvégén a Kossuth téren, és egészen dermesztő volt az a fegyelmezettség, amikor ennyi ember egyszerre cselekszik egy felszólításra, nem előre megbeszélt program szerint, ha kell csöndben maradnak, ha nem, akkor éppen együtt skandálnak. Szóval, hogy egészen furcsa látvány volt ekkora tömeget ilyen egyszerre mozogni és cselekedni. De hogy hogyan tovább, én azt nem tudom. És azért is beszéltem ennyit a szombati történésekről, mert hogy egy idézetet akarok még önöknek feleleveníteni. Pilz Olivér mondta azt a szombati rendezvény kapcsán, demonstráció kapcsán, hogy bízik abban, hogy a tömegnek, hogy sokan lesznek, és a tömeg ereje képes nyomást gyakorolni a döntéshozókra. Pilz Olivér a vendégem. Jó estét kívánok! Köszönöm. Hát ez, amikor ezt mondta, akkor még bizakodott, azóta még bizakodhat természetesen, de már eltelt 2 nap. Hogy látja? Jogos volt ez a bizalom, vagy bizakodás? Hát nyilván ebben a 2 napban, pláne, hogy egy vasárnap is volt benne, túl sok mindenre nem számíthattunk, hogy történik. Hát azért vasárnap is történhetnek dolgok, attól, hogy zárva vannak a boltok. Így van. Tehát igazán mi úgy gondoljuk, hogy hogyan továbbra az a válasz, hogy magunkhoz ragadjuk a kezdeményezést, és létrehozzunk egy, mondjuk úgy, hogy alternatív kerekasztalt, tehát egy civil közoktatási platformról van itt szó, amit szeretnénk létrehozni. Ennek holnap lesz az alakuló ülése, ide közel 100 szervezet van meghívva, tehát nagyon nagy tömegről van szó, és ezek mindegyike olyan 1-től 1-ig, akik a közoktatásban eddig is részt vettek, szakértői ennek a területnek, gyakorló pedagógusok vannak benne, tehát akik a mindennapokból látják a problémákat, és próbálunk közösen választ adni a kérdésekre. A kormányzat képviselői is, vagy maga Balogh miniszter is azt mondta, hogy hát mindenkit várnak. Aztán Pálkovics államtitkár is megismételte ezt a gondolatot, hogy ez az emmi által összehívott kerekasztal, ez egy ilyen képzavar, de nyitott kerekasztal, tehát hogy nem zárul be a kör, tehát hogy oda jöhet bárki, de ez így van, jöhet bárki? Ez úgy van, hogy a meghívott szereplők hívhatnak a munkacsoportokba dolgozni más szereplőket is, tehát delegálhatnak oda a személyeket, de végül is a döntés az majd a most meghívottak között fog eldőlni, tehát az utolsó szavazás, gondolom, hogy így fog zajlani a dolog, az utolsó szavazással jelenleg a kerekasztal mellett ülők akiket meghívtak, így van. És ugye a problémánk az, hogy ezek között nagyon sokan vannak olyanok, akiknek semmi közoktatási gyakorlata nincsen, tehát nem is értjük, hogy kerültek a kerekasztalhoz, mert hogyha még egy munkacsoportba kerülnek be, mondjuk művészet területén művészeti csoport, akkor azt mondom, hogy rendben van. És nagyon kevesen vannak azok, akik pedig a gyakorló pedagógusok lennének, tehát ahogy mondtam, a mindennapi életben éreznék a bőrükön. Mit gondol, hogyha ha nem hisznek abban, vagy vannak kétségeik, inkább így fogalmazok, hogy a minisztérium által összehívott kerekasztal az el tud érni eredményeket, akkor miért gondolják azt, hogy egy alternatív kerekasztal, ahol nincs is jött a minisztérium, nincs ott döntéshozó, vagy befolyásos ember, aki a kormányzatra befolyással tudna bírni, akkor miért gondolja, hogy ott pedig sikert lehet elérni? Itt is, hogyha valamit sikerül már papírra vetnünk, ami azért érdemleges, akkor természetesen kezdeményezzük az oktatáspolitikával a konzultációt, elég tárjuk ezeket a dokumentumokat, amiket én úgy gondolom, hogy az alapoktól kell újraépíteni, tehát nem restaurálni egy korábbi rendszert, hanem valahol ott kezdeni, hogy mi az a minimum tudásszint, amit mindenkinek el kell sajátítani, és akkor erre ráépíteni egészen a tanóra struktúrát is. Tehát egy teljesen új oktatási rendszert rendszert kellene létrehozni, nem pedig egy korábbinak egy kicsit felfrissített vagy újra szabott változatát. De nyilván nem kell feltalálni a spanyol viaszt, ettől függetlenül azért ez nem egy-két hónapos munka, egy teljesen új oktatási rendszert kidolgozni. Ez egy hosszú munka lesz, tehát több hónapról beszélünk. Jó lenne azért, hogyha szeptemberben úgy indulhatna az új tanév, nem azt mondom, hogy ez szerint, de hogy már azért jelei vannak ennek, hogy formálódóban van ez a struktúra. Gondolja? Gondolom. Sokat kell dolgozni hozzá. Azt, hogy önök végeznek a munkával, abban én nem kételkedek, de hogy van egy kormányzat által összehívott, mondjuk egy állami oktatási kerekasztal, és van egy civilek által szervezett ellenzéki kerekasztal. Annyira optimista ön, hogy amit ott majd határoznak, azt gondolja, hogy már 2016 ez év szeptemberétől annak iránymutatása szerint tanulnak a gyerekeink? Ha komolyan gondoljuk, hogy változtatni akarunk az oktatási rendszeren, akkor ebben bíznunk kell. Nyilván itt lesznek a szakszervezetek is ebben a civil kerekasztalban. Nekik van egyéb nyomásgyakorlási lehetőségük is, tehát mindenféleképpen szeretnénk keresztülvinni ezt a programot. Ugyanakkor azért megjegyzem, hogy megy az állami kerekasztal, hogy akkor maradjunk ennél a szóhasználatnál. Én azt gondolom, hogy akik bíznak ebben az állami kerekasztalban, ők is úgy gondolják, hogy ugyanafelé a cél felé tartunk, tehát én szeretném, hogyha az egyik ösvényen lenne egy befutó egy jó oktatási rendszerre, tehát azért ne vessük el azt sem. Az igazgatója bízik még az állami kerekasztalban? Igen, igazgató úr bízik benne, és azt hiszem, hogy neki ez a dolga, hogy bízzon abban a kerekasztalban. Na hát akkor meséljen nekem, hogy ébredt fel egy szép hétfői, keddi, szerdai reggelen, és egyszer csak így kipattant a fejéből, hogy én mától tiltakozok. Aki nem ismerni az idézetet, az önök kedvéért mondom, Orbán Viktor miniszterelnök említette önt a Népszabadság információi szerint Lilafüreden a kihelyezett frakcióülésen, és azt mondta, hogy ne gondoljuk azt, hogy lássuk be, nem életszerű, hogy egy szép reggel Miskolcon Pilz Olivér felkel, rájön, hogy rendkívül elégedetlen, és elkezd levelet írni, tiltakozni. Így volt? Az, hogy nem életszerű, azt azért nem mondanám, hogy ez nem életszerű, de nem így történt. Tehát ugye ez, ahogy korábban is többször hangoztattuk, ez egy tantestületnek a véleményét tükrözi, tehát lépésről lépésre, bekezdésről bekezdésre lett ez összegyúrva ez az anyag, és utána hozzáteszem, hogy a maga hivatalos útján indult el ez a levél, tehát ugye a Klik felé, a Klik központja felé, az államtitkárság felé, és nem érkezett rá a válasz, tehát úgy került ez a sajtó nyilvánosságára. Meddig vártak a válaszra? Egy hónapig. Komolyan? Igen, tehát ez november-december fordulóján volt, ugye a levélnek a dátuma talán november 26, ha jól emlékszem, és valahol ott Mikulás előtt történt, hogy tudtuk, hogy már eljutott a levél az államtitkárságra, és mikor visszamentünk téli szünetről, kérdeztük igazgatórat, hogy érkezette valami reakcióra, mivel az volt a válasz, hogy semmi nem érkezett, ezért 2 nappal később a sajtóhoz eljutottuk. És mit szól ehhez? Először is mit szól ahhoz, hogy egyszer csak a miniszterelnök állítólag önt emlegeti, hát hogy aztán most milyen szövegkörnyezetben, arról is mindjárt beszélünk, hogy mit sugalt ezzel, több mint sugalt a miniszterelnök. Amikor olvasta, meghallotta, akkor mit szólt? Akkor mosolyogtam rajta, tehát ezen mit lehet csinálni? Tehát én úgy gondolom, hogy mi se személyeskedtünk eddig, talán nem kellett személyeskedni ebben az ügyben. Ugye, amikor államtitkár asszonyt leváltották, akkor többen kérdezték, hogy ez akkor most milyen eredmény. Mondtam, hogy semmilyen. Tehát mi nem személyi változásokat akarunk, hanem oktatási rendszerváltoztatást szeretnénk elérni. Na akkor nézzük ennek a tartalmát, ugye a miniszterelnök arra célzott, hogy azért nem életszerű, hogy ön egyszer csak egy szép reggel felkel és elkezd tiltakozni, tehát ön háta mögött valamilyen politikai erő áll, hát itt már többször meg is nevezték Soros Györgyöt. Igen, hát erre egyszerűen nem tudom, hogy csak elképedni tudok ezen a válaszon. Tehát az első pillanattól kezdve azt mondjuk, hogy pártpolitikától mentesen, szakmai érvek alapján szeretnénk előre haladni. Ugye itt megtörtént az, hogy a miniszter úr, illetve az államtitkárság beismerte, hogy tényleg gondok vannak akár fenntartással, akár pedig más szegmenseivel az oktatási rendszernek. Tehát, hogy maga lényegében a levélben igazságok vannak megfogalmazva. Na de, bocsánat, de azáltal, hogy valaki nem a levél tartalmáról kezd beszélni, mint például a miniszterelnök és más fideszes képviselők is, és a miniszterelnök is, azáltal gyakorlatilag tehát van, az embernek van egy ilyen érzése, hogy le akarják nullázni a levélnek, a pontoknak a tartalmát, és rá akarják kenni, vagy húzni önökre azt, hogy hát a gazdag Soros György pénzzel itt Magyarországon a civileket, pedagógusokat, meg hát a bukott baloldal, tehát hogy önöket felbérelték, fellelkesítették, meg nem tudom, mit csináltak hát ezek baloldaliak. Maradjunk a Soros párhuzamnál, hogy a Soros György támogatna minket, akkor aztán nem így néznének ki az iskolák ebben a lepusztult állapotban, ebben most vannak. Az elmúlt 3 évben ugye lényegében semmilyen felújítás nem volt az iskolákban, legfeljebb, hogyha valamilyen Európai Uniós pénzben mondjuk laboratóriumot csináltak benne, de ugyanakkor az iskolának a másik oldala az dűledezik, és koszos a fal, nem volt tisztasági festés, tehát Soros György ezt nem hagyná, gondolom, hogy a nevével fémjelzett iskolák azok így nézzenek ki, tehát ez elképesztő egyáltalán az ötlet. Múltkor kérdeztem, hogy mit szóltak a diákjai, hát most is kíváncsi vagyok rá, hogy amikor ezt a miniszterelnöki megidézést hallották, akkor mit mondtak? Hát a saját osztályom írt egy nyílt levelet, mondjuk így, aláírta minden gyerek, ezt osztályfőnöki órán felolvasták, mikor bementem, minden gyerek állt a tanterembe, és akkor mondom, hogy mi van, himnusz lesz, én is álljak, vagy mi legyen, nem mondták, hogy én csak üljek le nyugodtan, mert szeretnének nekem valamit felolvasni, és felolvastak egy levelet, hogy köszönik szépen, hogy az oktatási rendszerrel kapcsolatos mostani tevékenységem révén értük is, milyen sok dolgot tettem, és hogy erre örökké emlékezni fognak erre. Igen, valóban nagyon jó fejek, nagyon aranyosak, 11-esek, jövőre fognak érettségizni. Hát előttük a nagybetűs élet, azt hiszem, akkor van mire készülniük. Ebben az oktatási rendszerben és a tanár úr reményei szerint már egy kicsit másban az utolsó érettségi előtt álló tanévben. Mit gondol, hogy az ilyen kijelentések után, hogy okafogyott, ne kérjenek béremelést, ott a kerekasztal, azon túl, hogy optimista, értem, hogy optimista, de hogy kell tovább indulni? Az alternatív kerekasztal, oké, ezt megbeszéltük. Mi az a csatorna, amin keresztül azt gondolja, hogy lehet ráhatni az oktatáspolitikusokra, egyáltalán a kormányzati politikusokra ilyen megmozdulásokkal? Úgy gondolom, hogy ilyen megmozdulásokkal, ugye ezeket a szakszervezetek szervezik, tehát nem konkrétan én vagyok ezeknek a szervezője. Bár sokszor ezt olvasom az újságban, hogy nekem gratulálok, hogy jól sikerült a szervezés. Hát, aki tehát Soros György, tehát úgy gondolom, hogy igen, tehát a szakszervezetek kezében vannak ezek a nyomásgyakorló eszközök, amivel azt hiszem, hogy talán célba lehet jutni. Ma a parlamentben Orbán Viktor viszont arról beszélt, hogy önök már hát gyakorlatilag megüzent, hogy ne is kérjenek béremelést, mert hogy önök már kaptak, és most mások vannak soron. Nem is a bérünkről beszélünk, tehát a nyílt levél első bekezdése az, hogy nem a bérünkről beszélünk. Ha valakinek a béréről beszélünk, akkor azt az oktatás segítő kollégáknak a béréről van szó, akiknek a bérrendezése nem történt meg, amikor a miénk megtörtént, és egyszerre megalázó helyzetben, tehát minimálbér környékén keresnek, ez azért bérfeszültséget jelent az iskolán belül is. Tehát mindenképpen az ő helyzetüket meg kell oldani, de ők nem képviselnek akkora tömeget, tehát egy iskolán belül néhány főről van szó. Tudom, hogy nem ön a főszervező, még ha önnek sokan gratulálnak is, de következő megmozdulás, van már valami terv? Nem sokára itt van március 15, ugye jellemzően az egy olyan nap szokott lenni, hogy amikor nem csak a sajtószabadságot ünnepeljük, arra emlékezünk, hanem azért az elégedetlenség is évről évre, vagy évtizedekre visszamenőleg olyankor szóba kerül. Hát erre nem tudok csak annyit válaszolni, hogy minden valószínűség szerint. Tehát minden valószínűség szerint lesz demonstráció. Valami nagyon valószínű, hogy lesz, de mondom, ez a szakszervezetekre tartozó kérdés. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és elmondtam mindezt.